Az ukrán-orosz válság lehetséges fejleményeinek átfogóbb megértése érdekében az Euronews a nemzetközi diplomácia szakértőit, a NATO volt főtitkárhelyettesét, a szervezet brüsszeli központjának új biztonsági kihívásokért felelős vezetőjét, Jamie Sheehan-t kérdezte. Szerintem az nagyon fontos, talán a legfontosabb, hogy Németország is beállt a nemzetközi szankciók mögé. Nyilvánvaló, hogy Berlin jelentős kereskedelmi partnere Oroszország, és itt nem csak a gázról van szó, hanem technológiákról és egyéb áruk forgalmáról is. Az, hogy Németország is része a szankciós csomagnak, az nagyobb nyomást helyez a Kremlre. Szerencsére az új kancellár, Olaf Scholz megerősítette, hajlandó az északi áramlat kettőt is beletenni a szankciós körbe, és ez akár a megoldás kulcsa is lehet, mert a gázvezeték a jövőben hatalmas bevételi forrás Oroszország számára. A francia elnök által kezdeményezett Párizsban zajló úgynevezett normandiai folyamat újraélesztéséről szólva a szakértő úgy látja, van benne ráció. A Macron elnök meghívására megkezdődött tárgyalások az oroszok, ukránok és németek között. A normandiai folyamat feltámasztása alkalmat adhat Putyinnak arra, hogy azt mondja, rendben, lépjünk egyet előre a Donbasszal kapcsolatban, haladjunk a decentralizáció valamiféle politikai rendezés felé, ami tiszteletben tartja az ottani orosz ajkú lakosság jogait is. Az ukrán alkotmány hatálya alatt Putyin mindig kifogásolta, hogy ez a folyamat befagyott. Ha itt sikerülne némi eredményt elérni, mondhatná, rendben, nyertem valamit, abba hagyhatom a katonai erődemonstrációt. Az esetleges amerikai, brit vagy NATO csapat mozgásokkal kapcsolatban óvatosságra int az elemző. Az itt a trükk, hogy fel kell készülni területünk védelmére, de nem érdemes azonnal katonai erőket mozgatni a régióban. Senkinek sem érdeke provokációs ürügyet szolgáltatni Putyinnak, hogy arra hivatkozhasson. Ő csak Oroszországot védi a NATO fenyegetésével szemben. Itt az egyensúly megtalálása rendkívül fontos.